Digitális gombnyomással adták át Pécsett az egyik legnagyobb koreai autóipari gyártócég új épületét. Az ünnepségen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki elmondta, hogy már sok hasznot hozott a keleti nyitás nem csak Magyarországnak, hanem a partnereknek is. Tavaly, amikor a világkereskedelem több mint 5%-kal esett vissza, két ország közötti kereskedelmi forgalom 28%-kal nőtt, és hogy nincs megállás, azt mutatja az a tény is, hogy az idei esztendő első felében is volt egy 25%-os kereskedelmi forgalom növekedés, és azon belül egy 44%-os növekedés a magyar export tekintetében. A beruházásnak köszönhetően már most több mint 300 pécsi és Pécs környéki lakosnak adnak munkát, ami a jövőben akár 1000 fő is lehet. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, jó döntést hoztak 2015-ben. A magyar kormánytól a Modern Városok program keretében azt kértük, hogy a déli ipari parkban, Pécs déli határában új iparterületek megvásárlásával nyújtson segítséget az ipar fejlesztéséhez. Azt mondhatjuk, hogy a 6 éve elkezdett munkánknak a gyümölcse érett most be. Köszönöm. A gyárépület felavatása után Kertvárosba is ellátogatott a miniszter, ahol a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony aláírásgyűjtő standok mellett állt ki és szólította meg a pécsieket. Arra szeretném kérni önöket, hogy a következő néhány hónapban is a jelöltjeinket itt helyben legyenek kedvesek támogatni. Két pécsi választókerület, amelyek fontos választókerületek az ország egyik legnagyobb városáról. Van szó, amely szép jövő előtt is állhat, azt gondolom, ezért támogatja a kormány az itteni beruházásokat, a fejlesztéseket. Szijjártó Péter mellett szintén felszólalt Őri László is, aki elmondta, hogy 2018-ra sikerült rendbe tenni a várost gazdasági szempontból. Egyúttal arra kérte a résztvevőket, segítsenek abban, hogy ne ismétlődjön meg a múlt. Ahhoz kérjük a pécsiek támogatását, hogy ne ismétlődhessen meg a múlt, ne térhessenek vissza a Gyurcsány korszak emberei, sem Karácsony, sem Dobrev, sem Jakab Péter, és azok a pécsiek sem kapjanak újabb lehetőségeket, akik 2019-ben egyszer megtévesztették a pécsieket, és akik azóta tulajdonképpen tétlenséget hoztak a városba. A külgazdasági és külügyminiszter egyébként az események előtt egy hosszabb beszélgetésre is a vendégünk volt, melyet hamarosan láthatnak a Pannon Televízió műsorán.